Ebben a videóban 1000 WC papírt fogok vásárolni, nem is értem, hogy akartam annyit mutatni. Építek belőle egy hatalmas várat a lakásunkba, és ott fogok tölteni 24 órát. Megint a hülye ötletek csongi. Na mindegy, menjünk, nézzük meg, hogy tudunk-e ennyit venni. Egyesek nagyon idegesek lesznek most rám. Úgy voltam vele, hogy kiveszek egy kosarat, bemenjek, lepakolom, kijövök és kész. Az a helyzet, hogy egy bevásárlókocsiba 5 darab csomag fér be. Nekem 21-re van szükségem, azaz minimum 4-szer kell forduljak. Olyan ciki, nem tudom elmagyarázni, hogy az emberek néznek és mutogatnak, mert azt hiszik, hogy egy idióta vagyok, aki felvásárolja az összes WC papírt. Ja várj, ez az igazság! Hogy ne legyen kellemetlen, mind a 3x3 különböző kasszába mentem, a negyediknél meg webbeztem. Hogy néz ez ki? Azt a kutyapórázát. Tele van a csomagtartó, tele van a hátsó ülés, az anyósra is bekötöttem, de becsajoztam, mert ennyi Reginával soha életemben nem fogok egy autóba ülni. És nem szponzorált sem az Ocean, se a Regina, se semmi, úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszenek az ilyen videók, és akkor tudok még hasonló őrültségeket csinálni nektek. Hogy végül hány is van? Kész is a vár. Vajon most, ha véletlenül hátra esek, ez megfog? Meg. Már van egy olyan kirejtetem, hogy el sem tudom mondjam, mert nem is tudom, hogy elmondjam, mert szóval ugye ott van mesi gépe, és az egészet bele akarom ebbe építeni. Hát igen, kezdhettem előről mindent. Ez nagyon durvas kacok! Nem valószínű, hogy ez videón átjön milyen kemény. Tehát van itt egy hatalmas fal, amiben benne van a monitor, csak bekapcsolni. Ó, bazd meg. Azt szokták mondani, hogy mindennek oka van, és én is próbáltam ebbe hinni, amikor újraépítettem az egészet, és valójában így van, mert szerintem így sokkal jobban néz ki. Annyira feelinges, hogy nem tudom elmondani. Most azért jönne egy földrengés, annak úgy nem igazán örülnék. Tehát amikor a gyerek épít kártyavárat, és akkor így hirtelen... Pár perc, és itt van mesi. Kicsit izgulok azért. Mindig izgulok, amikor hülyeséget csinálok. Hát... milyen meglepő. Tudod, mindig mondod, hogy nincs WC papír, meg hogy sose szólok időbe, úgyhogy vettem egy párat. Mit szólsz? Mi van? Jézus, komoly. Tetszik? Megvan a birodalmam. Ott fogok lenni, és nem zavarhat. Jézus. Félek, hogy ledöntöm. Óvatosan. Mit szólsz? De jól néz ki. Ja, hogy nem akarsz velem lenni 24 óráig? Nem, az, hogy nincsen konyhánk 24 óráig. Ugye milyen, mert azért az menő, még a vízhang is eltűnt, olyan kis... Ennek nem olyan bunker feelingje van, mint amit kiskorodba épít. De, ez csak nagyba. Hát ez nagyon nagyba. Meg ha már erőd, akkor legyen normális fala, nem? Nem egyenes. Úgyhogy reménykedem, hogy éjjel nem fog ledőlni. De csak holnap reggel, Tali. Annyira durva, el is felejtettem, hogy néz ki konkrétan, kitakarja a fényt a lakásból. Párna, takaró. Biztonság kedvéért egy lap. Innivaló, mert a víz az... Nasi. Gyorsan elvégeztem még az utolsó simításokat. Nagyon remélem, hogy mindent összepakoltam, mert ha most bemászok, onnantól nincsen kiút. Meg is nyomjuk a fő kapcsolót, amivel belül minden szépen világ. És hát akkor holnap reggel 9-ig. Ez lesz az otthonom. De fura ezt kimondani. Mondjuk azért pisihetni elmehettem volna még utoljára, na mindegy. Az igen, nem csinálunk semmit a gépen, és 90% processzor használat. Az kemény, az jó. Hát ez... megint meghaltam, nem csináltam semmit! Az első fél órában rájöttem, hogy még a tehénlepényben is kényelmesebb szerintem ülni. Itt van átok egy gyors vártúrhoz. Ez milyen hülye hangzik. Menjünk akkor... majdnem levertem valamit. Ugye itt van a bejárat, amin én most nem mehetek ki. Borzasztó magas fal védi, és ahogy szépen jöttök befele, itt található rögtön egy szék, amely egy ilyen elosztó szerepet tölt be, ugyanígy ez így tulajdonképpen a konyha. A belmagassága nem éppen megfelelő, de lehet, hogy én vagyok túl magas. Van pirítósom, amihez nincsen kenyerem, szóval ezt majd kéne mesitől kérjek, ha egyáltalán ma hazaér. Trónok harcás bögre, egyébként nem tudom, tudjátok-e, az a kedvenc sorozatom. Van háromféle tea, hogy biztosra menj. Na és akkor gyertek, bemutatom a legfontosabb szobát, ami nem más, mint
mint a... Hát az illemhely, tehát hogy így ez. Van kéztörlő, hogy meg tud törölni. Viszont borzasztó ironikus az, hogy pont WC papírt nem vittem a WC-be, tehát hát majd mi leakasztok valahonnan egyet. A nagy szoba előtt pedig, ahogy mutattam nektek, itt van egy ilyen kis polcom lávalámpával, amit ki fogok kapcsolni, mert az elég forró tud lenni. Papírral ötvözve nem biztos, hogy jó volt. És akkor jöjjön a legmenőbb szoba. Ez itt a légkondi per fűtés. Itt van egy ilyen kínai fa, egy kis pandával, aki kapaszkodik az életéért, mert itt ragadt velem egy szobába, hát meg tudom érteni. Cuki ez a játék, csak borzasztó ideges. A kényelemmel kell valamit csinálni, és kacok. Nagyjából egy órát játszottam, de nagyon fáj a vállam. Ennek nem dőlhetek neki, mert akkor beomlik az egész körbe, és akkor nagyon nem fogok örülni, főleg a tegnapi munka után. Ha felhívom Mesit, és esetleg lesz olyan kedves, hogy behoz nekem egy lepedőt, akkor sokkal kényelmesebb lenne azon ülni. Következő a helyzet. Csongi volt olyan bugyuta, hogy ott hagyta a telefonját az asztalon. Ott van. Látjátok? Jaj, hozzáértem ehhez. Kapkodást azt el kell felejteni, mert egy rossz mozdulat és francba, miért nem gondoltam, hogy legalább két párnát hozzak. A következő másfél órát azzal töltöttem, hogy nasiztam, illetve YouTube videókat néztem, csak ferdén, mert ugye ahogy feküdtem, az hát nem épp ideális. De jól esik. Az autós videóban is ez volt az egyik legnagyobb probléma, és ott ráadásul 50 óráig, hogy fájt már a fenekem a lábam, azért csináltuk azt mindig a tesommal, hogy amikor megálltunk, vagy valami, hátrahúztuk teljesen az ülést, leengedtük a támlát, és akkor így iszintesbe helyeztük magunkat, meg hassal feküdtünk, meg ilyenek, de ja. Fél egy, úgyhogy... Úgyhogy lassan csak 20 óra van hátra. Csak. A szomorú hírem az, hogy elég sok teát megittam, mert hát a chip sós, a sóra meg vizet kell inni, hát vizet azt nem hoztam, vagyis de, csak azt a forralóba. Abban viszont reménykedem, hogy nagy vécézni azt nem kell. Ide raktam a konnektort, és abban nem kéne belehúgyozni, na már. Kivettem egy papírzsepit a várból, hogy felhasználjam. Szerintem most ezt inkább nem mutatom meg, de a színe jó, szóval hidratált vagyok. Mi van? Na mindegy, nézzük tovább. Nem igazán akar gyorsan telni az idő, akkor sem, ha kértem rá. Viszont jött egy tök jó ötletem. Arra gondoltam, ha már 1000 WC papír vesz körül, kiszámolom, hogy nagyjából mondjuk egy átlagos embernek ez hány napig, hétig, hónapig, vagy netán talán évig lenne elég. Mondjuk azt, hogy 3 naponta elfogy egy kuriga. Ugye 365 napból áll egy év, kerekítsünk felfele, tehát 122 WC papír guriga kell egy embernek egy évre. Megszorzod a 122-t 8-szal, 2x8, 16, tehát 976 WC papír guriga megy el 8 év alatt. Tegyük fel, valamiért minden nap elhasználnátok egy gurigát. Hígfosás vagy nem tudom. Akkor is 1000 napig lenne elég, ami még mindig 2 év és még nagyjából egy 2/3. Itt, ami most körbevesz engem, hogyha minden nap elfogyna egy, akkor is majdnem 3 évig elég lenne. Azt a annyit akarok kérni, mert ugye 9 óta itt vagyok. Igen? Hát azt nekem ugrani ezért? Kenyérém azt hiszem nincsen itthon. Persze. Márlak. A türelem pirítós terem, viszont ebben a helyzetben hát nem nagyon volt türelem. Nagyon fáj mindenem. Hi. Kenyér? Kenyér? De jó. Időtöltésnek. Ez mi? Puzzle. Van puzzle-ünk. Kettő is, úgyhogy mind a kettőt kirakadjuk. Nem, azért nem jössz be pingőzni. Aki beleeszik a... Ez volt a szabály, csak nem mondtam neked el. Ugye, skacok? Mondtam a videó, hogy aki beleeszik a pingőzbe, az többet nem mehet ki. Ugye, skacok? Én mondtam. Hazudok. Nem. Oké, akkor volt egy objektívem, de legalább most már van pirítósom. Hát ez jó kicsi kenyér, ezzel hogy lakok jól? Ott parázslik a kajám, végre! Csak itt nagyon meleg van, és félek, hogy ez itt meggyúl. Gyere szépen, melegedjél! Jaj, azt a... Végre valami meleg kaja, plusz kaptam egy takarót is Mesitől. Ebben a pózban még a pirítós esik jól, esküszöm pedig fel. Sőt, mondok még jobbat, azt mondta, hogy főz nekem valami finomat, úgyhogy fú, már nagyon vártam. Most az egyszer örülök, hogy megjött Mesi. Jó, ez nagyon hihangzik, nem úgy értem. Mi? Nem is figyeltél? Nem maradtam. De jó. Megcsináltam a setupot, úgyhogy ez is pipa. Szóval ugye liláskékes a monitor, kék ledcsík van is szépen körbe, lilakéken világít az egérpad meg az egér, csak ilyen furán látszik, de egyébként higgyétek el nekem, hogy... Ez lila. Hogy tetszik nektek? Írjátok le. Együttérző leszek, ameddig te főzöl, addig játszok, mit szólsz, nem alszok. Kicsengetett. Halló. Éjszakai. Ez egy köcsög, de akkor mit csináltad? Hallottam, hogy pakoltál. This is my alibi. Rendelt egy kaját. Na, ne mondd.
Miért tettél úgy, mint... Én akartam, csak utána rájöttem, hogy nem fér be a konyhába. Jó, ez jogos, hogy nem férsz be a konyhába. Olyan közben pedig észrevettem valamit, ami egyébként a liftes videónál is így volt. Technikailag nem vagyok elzárva a nagyszobától, de itt jobban megmaradnak a szagok. Tehát most kajaszag van itt belül, nem tudom, hogy kívül az van-e. Hát, ha fingok egyet, akkor hát el tudjátok képzelni. Meg volt az első balesetem is ezen a helyen. Itt van ez az éles sarok. Ez itt az én művem, hogy itt fel van jövve ez az egész. Talán ez még jobban prezentálja, úgyhogy... Véremet adtam ezért a videóért most már. Puzzlezünk. Igen? Én nyerek, neked nem kell benne ugni, akkor benne alszom én helyetted. Ú, ez még lehet jó is. Te nyersz, akkor én maradok bent ugyanúgy. Oké, akkor gyere. Mind a két puzzle ugyanannyi darabos, úgyhogy jöjjön a verseny azért, hogy ki szabadulhat innen ki. Végül is, hogyha belegondoltok, nekem semmi veszíteni valóm nincsen, és azért puzzleben nem vagyok annyira rossz. Legalábbis azt hittem. Nem haladok valami jól, de tényleg. Ugye a mesé azért már egész szépen alakult. Hát ez nem egy órás puzzle, sőt nem is kettő, sőt nem is négy. Nem az lesz a lényeg, hogy ki csinálja meg hamarabb, hanem ki adja fel hamarabb. Szóval feladom, mert tényleg ezt én nem fogom megnyerni így se úgy. Itt ülnénk hajnál kettő, akkor se nem. És hogy miért is adtam fel, hát... Jó, hát így is úgy volt, hogy reggelig maradok, szóval én nagyon nem veszítettem, csak menő lett volna, hogyha mesi elveszíti. És amikor úgy döntöttem, lefekszek aludni, mert már nagyon fáradt vagyok, hív magúr. Ez mi? Ez mi a te mit csinálsz? Van egy zöld hátterem, látod milyen bugos, más színű vagyok, mint a háttér? És miért fekszel oldalasan? Hát az csak a hitelesség kedvéért. Mi bő van az építve, bort? Az a baj, kicsit hihetőbben akartam megcsinálni. De engem átrendsz. Mi a f***? Várjál, itt van, látod? Ez a mesigépen én. Akkor olyan WC-fafiba csináltad, de házatban van meg 200. Hát szerintem csak ez a fal áll itt 200-ból, nézed? Milyen? Hány réteges? 1000. Kiéled, hogy gyere, mekkorodat ember. Egy darabig még beszélgettünk, aztán annyira fáradt voltam, hogy muszáj volt elköszönjek, mert már nem bírtam. Azért így feelinges, nézzétek meg! Világít így minden, szerintem tök menő néz. Összes ilyen 24 órás vagy éjszaka videó közül most ez a setup néz ki a legjobban, tehát ebből abszolút kihoztuk a maxot. Nem tudom, lekapcsolja-e mindent, mert úgy ijesztően sötét lesz, úgyhogy megpróbálok aludni, mit szóltok. Ez azért kemény lesz. Szó szerint kemény volt a föld még így is, viszont tök jó meleg volt, és amúgy nagyon hamar el is aludtam, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Nem mondanám azt, hogy egy pazar éjszaka volt, sőt, inkább azt mondanám, hogy volt kellemes. Ahogy hallom, mesi még fel sem kelt. Mondjuk nem csodálom, mert az ágyból, hogyha kényelmesen alszol, akkor miért kelnél fel? Tehát én magamtól ébredtem fel. Ja, meg egész éjjel itt valamit mindig lerúgtam ezek közül, tehát annyira idegesített. Csináltam egy pirítóst, meg egy teát, és jöhetett, aminek már nagyon rég jönnie kell. Ti is látjátok, amit én? Hogy menjek ki? Most valahogy stílusosan akarok, na váljátok. Szóval akkor szabadság! Hát ez nagyon béna volt. Ha tetszett, akkor iratkozz fel, és nyomj egy lájkot, köszi!